Mint olvastam, ugye Katárban is, illetve az Egyesült Arab Emírségekben is, valamint a szaudi uralkodó családnak is sikerült eladnia ezt az innovatív mezőgazdasági megoldást. És tényleg mindenütt úgy bánnak önnel, legalábbis az egyik cikkben ez állt, mint a hímes tojással? Ez nekem is furcsa, ez egy nagyon szürreális érzés, tehát amikor leszállok Katarba, és nem kell átmennem a biztonsági kontrollon, hanem már a család, az uralkodó családnak a repterére szállok le, és onnan az autó vesz fel, és mikor odaérek a hotelbe, már a csomagom ott van a szobába. Ehhez nem lehet hozzászokni. Így most már könnyen egymásra halmozva a kapcsolatokat, könnyen el lehet jutni például egy Al-Saud családhoz, egy Al-Maktum családhoz. Az Al-Saud ugye a Szaúd-Arábia uralkodó család, Al-Maktum az a dubai uralkodó család az egyik, az Al-Thani az pedig ugye a katari.